Sziasztok! Event van, úgyhogy megint most... Na, ezt még nem is láttam. Össze kell gyűjteni a lóvékat, minél többet, amennyit csak tudsz, és azért kapsz majd lóvét... És még plusz... RP-t. Csak közben eszméletlenül lesem a térképet, hogy hova menjek és hova ne. Mert itt vannak mindenhol elrejtve ezek a nagy-nagy dollárjelek. Ez így jó is. Ja, és plusz még RP-t is ad. Jó, mászunk vissza. Ez marha jó, nekem tetszik. Ilyen lehetne tovább is tehát. Ez jó kis event ilyen pénteki napra. Nem áll, hogy ott lesz valahol fenn. Vagy mögötte? Csekkoljuk le. Bocs. Aha. Tadie. My score. 3. De izé is 3 score. Várjál. 2 perc 57 másodperc van. Hát azért a megszakadok is elfutok. Futás. Na, ugorj már fel, barát! Na, nyomjunk be egy sprintet. Ez is van. Your score 4, és a izé Baskun is szerzett 4-et valójában. Ő van a harmadik helyen. A Domi Wow az meg már 12 darabot megszerzett. Hát ez nem normális, gyerekek. Going psycho. Jó. Tehát akkor átmegyünk még emide, és akkor újból megpróbáljuk ezt a játék. Így, és menjünk még arra. Oké. Nagyszerű. Így. Baf. És most már rendőrség is megindul a francesen belé az miatt, mert kinyírtam azt a egyik izét, átmentem a csávón, érted? No. És hol van még ilyen lóvé? Az meg már ötöt gyűjtött a izé, a Baskun. Hát nem igaz már. Ja, az lehet, hogy izé magyar, vagy nem magyar? Na hát, köszönöm szépen, ajtó nélküli játékos. Persze, hogy tépet, hát meg akarja ő is szerezni azt. Hát nem igaz, gyerekek, hát az az enyém kell, hogy legyen. Nem a tiéd, de ahogy nem, már kanyarodik is. Az ütődött állatja, hát nem igaz. Ebből fogok szívfajt kapni, szívrohamot. Hogy szakadnál meg, hallott, kilőném legszívesebben. Nem ment túl rajta? Tudod mit, itt vagy-e? Így van. Azt hiszed, hogy izé, engem kilöktél az úton, és aztán meg te neked legyen jó. A nagy francokat. Beugrok a vízbe, érte. Ez lesz harakiri. Juhú. Úsz, Forest, úsz. Hogy kell, főfele meg fog fulladni. Megvan, megvan. Jó. Ő meg haragból lehet, hogy fő fogja robbantani az autómat. Ha minden esetre 31 másodperc marad, az azt jelenti, hogy ebből az eventből megint nem leszek az első, második, se a harmadik helye. Minden esetre 5-öt szereztem, 6-ot, amivel 6-ot szerzett Baskun, aki elég jól tartsa a szintjét, ezáltal a harmadik helye. Én meg körülbelül elvileg a negyedik helyen fogom végezni ezt a játékot. Hát, illetve ezt az eventet. Ó, mennyi helikopter. Ho, az gyönyörű. Hoha. Arra nyomunk egy screenshotot innen. Juhú, kaptam egy kis HP-t. 13-as, nézzük meg az Z-t. Ja, ez nem az. Bocsánat, Z. Checkpoint. 5. lettem. Jó, nem olyan probléma. Na, álljál én felén, barátom, ez a totemoszlop, kés a kézbe, nagyszerű, de inkább nyomjunk neki egy jó nagy izét. Egy ilyen marha fegyót. Így-e? Tök jó, és akkor nyomunk egy F11-et. Lefényképezzük. Jó, beszállunk, Verdus. Ajtó becsuk. Hú, milyen vértócsa van ott az elején. Oké, akkor...
Ez itt lement. De nekem van egy olyan étvágyam ezt kinyírni, ezt a játékost egyszerűen, szóval. Hogy... Nem tudom, minek rohannak át az úton. Tehát... Én nem szándékosan akartam valami a likvidációs izét egyenleget összehozni. Az ott van? Valaki lett. Benézünk, ha már egyszer ő is oda ment, megyek én is oda. Na mi a fene? Kilőr rám. Á, én szerintem lehet, hogy izé volt. Valami ökör. Na mindegy. Megnézzük, hogy nem eljött föl esetleg. Emeltünk szintet azóta, 80-astól nem voltunk itt, most már a 85-ösben vagyunk, megjavítjuk az autónkat, szép legyen. A fékek belőve. Ez a 90-es szinttől lesz, vagy pedig ha nyersz 36 versenyt. A bumpers az meg itt van. Az exhaust, az is megvan. A horn, az nem kell. Lights, az is megvan. Így. Plate, az is megvan. Jó. Skirts. Aha, az is ott van, már teljesen is fönt van. Igen. A spoiler, az is fent van teljesen, mert az is kellett ugyebár. Hogyha elértem a 71-es izé rankot, akkor automatikusan már azt is lehetett tenni. A transmission, race transmission, az is rajta van, mert ugyebár a 70 ranknak kellett lennie. A turbo, az pedig majd ha a 100-as leszel, vagy pedig a 12 versenyt megnyersz. Hát, gyerekek. Jaj, Istenem, szóval akkor más nincs, még amit láttam esetlegesen, nem is itt lett, hanem magát az engine-t, ami a 90-es szinttől, vagy pedig 36 nyert verseny után tűnik el onnan a lakat és megvásárolható, ami a motort illeti, tehát hogy jobb motor legyen. A többi az meg elvileg minden belőle, tehát engine 90-es, és utána pedig jöhet a turbo 100-asok. Ennyi lenne. Jó, kilépünk belőle. Megkóstoljuk bank. Nem. Ez a srác itt áll. És csinálunk neki egy headshotot. Azért, mert ott állt. Szóval, és ezért most a zsernyák is üldözni kezdenek. Erre nem tudok milyen izét bélyeget vasalni, tehát... Szóval kicsit sajnálom, de akkor nem sajnál senki, amikor engem teljesen szét ostromolnak, szét lőnek, mint egy darab zsákot, érted? Na? Soha akkor... Hát a zsernyákok azok fognak itt körözni, pedig csak egyes csillagon vagyok eddig. Na gyerekek, akkor elköltözünk most már egy Simeon misszióhoz. Milyen jó autók vannak itt? Ez sem rossz. De gondolom nem lehet az enyém. Semmi nem lehet az enyém, mert valójában mindent meg kell vásárolni. Ha autót akarsz, vagy valamit, és szeretnéd, hogy a jövőszerűen... Kaptam 2000-et. Ja, mert jó voltam, mert kinyírtam a srácot. Hát marha ügyes vagyok. Néha azért kapok lóvét, mert nem bántok senkit, és nagyon jó fiú vagyok. Így, ha meg elütök mindenkit, és kinyírok egy csomó játékot, akkor is kapok lóvét. Hát ez nagyon szépen el van rendezve. Na, menjünk akkor Simeon. Felhívjuk Simeont, mert ő jó ember. Hello, this is Simeon. How can I help? My pleasure. Próbálj meg azt ott kiütni. Á, nem, már nagyon messzire megy, mire kiszállok, még előveszem valami csodát, addigra elmegy. Na, hol vagy? Aha. Jó, akkor megyünk. Na, nézzük meg, hogy ő mit mond. Hard. Ezt is. Jó, full. És rámegyünk a playre, és megyünk.
Na. Kíváncsi vagyok rá, székigazítás egy kicsikét jobban üljön a popomra. Na. Nyomul, 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 nyomul. Retrieve the cards. Ah, Istenem. De hol van az? Hát szerintem ez így nem jó, amerre akarok menni, mert itt valahogy fel kéne ide mászni, mert az valahogy nem ott van. Nézzünk egy check the map. Az a kérdés, hogyha fölmegyek arra a Bibaszt hídra, akkor utána le tudok leugratni, mert ha nem tudok leugratni, akkor búghatom. De végül is elvileg így is el tudok erre felé menni, tehát oda jutni. Ennyi arrébb útba vagy. Kicsit visszaengedjük a gázt, egy kicsit labírozunk, kis fék. Na, nem, mert aztán nem tudok kikászálódni. Menjünk inkább erre. Benyomunk neki egy kis ízeit. I'm loving it. Ideed most, jó! Nagyszerű, tehát akkor menjünk kicsit olyan csoportba, ahol nem lehet menni. Ott. Két szimbólumot is látok. Most kérdés az, ha megszerzem az egyiket, akkor mi lesz a másikkal? Itt egy őr, nem érdekel. Kanyart bevágni még az előtt a teherautó elé. Hát ezek még milyen izé szinkron vezetést dukálnak. Hallod? Kibevom egyiket, mert megyek a másik után is, mert ez így marhára nem lesz jó, érted, hogy én aztán még keresem mindenhol. Betalálok innen hátulról nekik? Francokat. Na, menjünk be mellé. Oké, most. Retrieve the cars. Jó, egyik is kilőve a sofőrre, másikat megszerezzük, egyes a rossz. Szeki! Csúnya! Jó. Lose the cops. Ez a tipikus szöveg, hagyjam le a zsarukat. Hát ide állok. Aztán meglássuk, hogy eletűnnek a zsaruk. Nagyon szép ez a sárga autó is. Nekem meg már töltölődjé már. Menjen már le az a sarú csillag, hát na, nem igaz, hogy most... Mondtam már, hogy energiaitalt viszok, de nem mutatom meg a dobozát az miatt, mert nem szponzorál az a cég. Istenem, ha mi... Azt hittem, hogy megjelent a csillag. Na, mi lesz már? Megnézem a felső monitoron, mit szaturál. Ah, végre. És már nem vagyok messze a 86-ostól. Másik kocsit meg hozzákötném ennek a hátuljához, mondjuk ennek már nem nagyon már esik szét.
és elhúznám oda, ahol kellene. Hát milyen nagy lenne? Hallod? És most egészen Afganisztánig el kell vinnem ezt az autót. Aztán jöhetek vissza. Mangyalunk, remélem, hogy motort sikerült találnom, de gyorsan ellavírozok ide-vissza azért a másik Vertuszért. Egyet rajtam és a seggem sérült, meg úgy mind az enyém van megsérülve, vagy mi? Hoppapá! Hoppap! Mondom, hogy te mire odaérünk, meg kacatokba viszem oda az Imeonnak. Igen, hoztam neked alkatrészt neked. Látszerű, és akkor mehetek vissza. Na, nyitra nem tudom, erre a misszióra nem emlékszik. Nincs itt egy motor? Néha szokott lenni egy motor. Nincsen. Hogy szakadnál meg. Ide a kereszteződésben nem húzott be egy motor? Nem, akkor még ne idegesítsék. Amott húz a motor. Mehetünk vissza. Na mi van? Ez így nem jó. Escape. Nyomjunk neki egy izét. Egy merre menjek izét. Csíkot. És mehetünk. Fura hangja van ennek az autónak. Félek tőle, mert mondom, egyet ütközök vele, az csak a kormány marad meg belőle, hallod. Alig civilizált. Hát... Úgy, ha üsd el még a izét reflektorodat is, te bunkó vagy, paci. A 700-át motorbicikli. De jó. Kóstol a fekete-fehér. Megyünk FPS-be? El tudok menni így a kettő között? Alig sem. Megpróbálok 200 oldat épetni ilyen módba, ilyen FPS módba. Oh, ezt hallottam, oh, ezt is hallottam. Szerintem ez így felesleges, mert innen át tudunk menni. A falát kimutatta, de akkor is marha jó voltam. A kamion. És itt van az az autó, melynek sofőrje még már ott. Már megalvadt a vére, hallod? Na most löki arrébb. Hát nem igaz. Na, szállj ki. Cuna. Jó. Ajtó becsukódik, becétje. Kicsikét még átmenjünk rajta. Kicsikét még előre is. Kicsikét hátra. Jó, most már mehetünk. Megbizonyosodtunk benne, hogy nem szenved. Gyors kanyar, hirtelen reflex. Nagyon beván, nagyon-nagyon be tudom vágni neki. Hallod? Ez mindig van egy ilyen kertes izé, nem tudom mi a franc itt a út közepén. Ez egy akkora baromság. Hát nézd, hogy milyen szűkek lesznek az utak. Haj, de jó jössz, úgy mint a videoklipbe. Na. Mi a francnak? Elmondja nekem valami, hogy leszálljon oda egy helikopter? Vagy minek van az ottan? Két út között ilyen marha vastag izé. A francok, ilyen marha vastag izé. Fű. Ágyas. Na most, hogy bazd meg, ez vagy út legyen, azt érteném, ha menne ott a sinek, vagy bármiért, és akkor arra járna villamos, vagy mit tudom én mi. De semmi, még egy szaros bicikli útnak se, mert tisztára be van fűvesítve, érted? Hát mit, hát azon a kis tizen meg golfozni se lehet.
tényleg van a gameben olyan izé is, hogy golfozni lehet, meg teniszezni, meg mit tudom én. Ha valamelyiket majd kipróbáljuk, elmegyünk valamelyik következő videó által majd, hogy... Majd a sok pénzünk lesz magyarán megmondva. Not perfect. Mi az, hogy not perfect? Úgy orba vágom azt a Simeont, hogy az nem igaz. Ott fog izélni, lamentálni nekem arra, hogy not perfect. Biszket az óvalom. Na. 15 JP, 14640 lovetta, és 86-os! Ez ami nem semmi. Barátom, húzunk a 90-esére, hogy meglegyen legalább a legjobb motor, ami ebbe a kocsiba lehet. Meg hát aztán a többi kocsiba is valójában ez úgy működik, hogy aztán mehetsz bármelyikért. Nyomunk még egyet, például Trash Talk. Ez is jó, ez is szép. Próbáljuk meg, gyerekek. Jaj, ne! 670-es srác akar velem jönni, teletetkózva, érted? És úgy néz ki, mint a izének a... Nem tudom, melyik együttesnek a gitárosa. Ja, onkólom van, akkor már tudom izelni, invitálni. Mert mondjuk rá azt nem tudom, hogy ilyenkor innen valakit kivágni, hogy hogyan lehetne. Tehát az, hogyha nincs rá szükségem, meg nem szeretnék 670-essel menni az én szerény 86-os szintemmel. Jó. Jó, mi? Aha, tudom melyik. Hol van a Verdus? Ja, ott van a Verdus. Ja, neki rajta van a izéje, a crew logo. Ami azt jelenti, hogy a amelyik klánba benne van, annak a micsodája. Tök jó logója van. Grand Theft Auto 5 logója van neki. Te elsöpröd az autómat, én megharaplak, Isten bizony. Neve elment mellette szépen. Megismerted, hogy itt áll egy autó. Én is rányom a mikró logónkat ezek után most már. Isten bizony. Hogy bármikor aztán le lehet venni, meg mit tudom én, meg ha esetleg krút változtatsz, érted, vágod, cuccolod, megharapod, izé, reszelt répa, akkor automatikusan utána mehet más is. Tehát megveszed a kocsit, tudod, mindegy, valójában tök mindegy, milyen színbe vásárolsz egy kocsit. Bármikor át tudod festeni, át tudod mázolni, akármit tehetsz rá, nyomhatsz rá, érted? Rászarhatsz, tök mindegy, érted? Nem érdekel senki. Ezt úgy utálom, ezt a milliómos negyedet, hallod? Egy azért, mert nem az összes ház az enyém itten, a másik a dolog pedig az, hogy annyi rohadt kanyar van benne, hogy az nem igaz. Figyelj, alig sincs, simoztam. Simo! Ez nagyon fejre fog borulni. De nem volt kedvem oda nyúlni át a izé numerikusra, hogy egy ötös nyomjak, érte, egy kicsikét visszahúzzam a farát a cuccnak. Azok a pirosak meg már hegyen vidéken izé... felhőn, csillagokon túljárnak. Pedig én Isten bizony, hogy izé vagyok. Állatbarát. Megtoljuk. Úgya! Hogy tegyünk kárt a parkoló autóban, mely nem ártott senkinek? És hogy tegyünk kárt magunkba, egy kicsikét lejjebb menjen az izénk, a armorunk. A golyóálló mellényből. Hát úgy, hogy így. Ja, ő csípett egy helikoptert, és valójában nyomját 600-valahányos gyerekek, hát nem is csodálkozok rajta. De az egy legalább az enyém legyen ott a végig, ne? Amúgy igazából tényleg úgy a legegyszerűbb, semmi kanyarok, meg semmi izé lavírozás. Oda mész, felszállsz, érted, leszeded még a nyeherát is, és kész. Na, egyet legalább én. Úgyhogy menjél szépen vissza, barátom. Ez jó. Vagyunk erre egy
kanyart, kettő közötti autó. Nagyon ügyes gyerek vagy, hát akkor mehetek is vissza. Juhú. Azt hittem, az is egy dízel. Micsoda kocsi. De nem az. Azt hittem kuruma. Ja, és menjünk oda kinyírni. Még nem, még ott is lesznek mindenféle izék, teherautók, ilyen szírszarok. Ez marha szép ugratás volt, semmi haszna, de szép ugratás volt. Szóval... Ez tényleg, ez nem igaz. Hát hol fogok én egész átmenni majd itt? Nem baj, te addig intézkedjél. Van egy 600-valahányos csákó, érted, aki közben ott írt, csak végzi a dolgát, amit nekem is kéne. Én már megcsináltam 600 000-szer, de most ő csinálja, mert ő nagyon ügyes. Mondom, már szétszed mindent, anélkül lőjenek rá. De elvileg nekem is be kell odaérkeznem, megyünk egy kicsikét dimbezni, dombozni. És miután én ideérek, addigra nem tudom. Anyan a nagymamát legyen izé sajtos izé beigli. Ideértünk, és most kell a crew boss-t kifüstölni. Like this. I'm loving it. Jó, figyelj, barátom, helikopterrel sokkal könnyebb minden. Én pedig itt vagyok, és most ezt már én végzem el. Ez azt jelenti, hogy ennyi lesz a mizsor. Jó. Hát, srácok, ez ügyes volt. Na jó, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még annál is jobban tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Totem Oszlop voltam, sziasztok!